Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben így megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Elutazott a katari világbajnokságra a gyalogló Helebrant Máté. Hibátlanul zárta az EB-jel nyitótornáját a nyíregyházi 20-as csapat. Megszerezték második bajnoki győzelmüket a kisvárdai női kézisek. A legjobb négy közé kerülést tűzték ki minimális célként a kékcápák. Négy asztalt és pingpong felszereléseket kapott a nyírbátori ase. Záhonyban lépett pályára a magyar öregfiú futballválogatottja. Elutazott a katari világbajnokságra Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló szerint jól sikerült a felkészülése, azt azonban nem tudja, hogyan reagál majd szervezete a rendkívüli körülményekre. Egy elég hosszú felkészülés van a hátam mögött, ilyen hosszú talán még nem is volt, sőt, hát ilyen szezon nem volt, hogy szeptember vége legyen a főverseny. Szerencsére a felkészülés az zökkenőmentesen telt, nem volt sérülés, és semmi egyéb probléma nem volt, az edzések nagyon jól sikerültek, és most már nagyon izgatottan várom a világbajnokságot. Kicsit félek a kinti körülményektől, bár minden versenyzőre ez fog várni, viszont mégis tényleg inkább ezektől félek, nem pedig a versenytársaktól. Azt beszéltük az edzőmmel, meg a szövetségben a többi edzővel, hogy ez inkább egy ilyen kis túlélő verseny lesz. Ugye egy 4 órás versenyről beszélünk, és azt fog dönteni, hogy ki hogy tud majd ezekhez a külső körülményekhez jobban alkalmazkodni. Mekkora lesz a mezőny, mit lehet tudni a pályáról? Körülbelül 60 fős lesz a mezőny, rajtistát még nem láttam, de erre lehet számítani, és 2 kilométeres lesz a pálya, ebből kell majd ugye 25 kör teljesíteni, ez ott lesz benne a belvárosban, és mivel éjszakai versenyzés lesz, azért gondolom ki lesz világítva, szerencsére a nap nem fog tűzni ezáltal, viszont így is egy 30-32 fokra lehet majd számítani. Kidolgoztál valamilyen taktikát, vagy pedig majd ott a helyszín ismeretében, verseny közben próbálod meg kialakítani? Igazából az időjárást néztük elsődleges szempontnak, és mivel nagyon meleg lesz, és nagyon füllesztő meleg, ezért azt beszéltük Józsibával, az edzőmmel, hogy próbálunk egy ilyen biztonságos kezdést, és utána, ahogy érzem. Szóval nem fogom nézni, hogy ki milyen gyorsan kezd, vagy ki milyen tempóban fog menni. Én a saját kis biztonságos sebességemmel szeretnék majd kezdeni, és onnan szeretnék majd fél távnál egy kicsit gyorsítani, és remélem ez elég lesz arra, hogy hogy a végén még ne fáradjak el annyira, és szép helyezéssel a célba érni. Ehhez mentálisan végig erősnek kell lenni, plusz nagyon kell figyelni a folyadék és táplálék bevitelre. Ezekre felkészültél? Igen, ezekre nagyjából felkészültem, ugye itt egész nyáron próbáltunk a legnagyobb melegben edzeni. Edzések közben is próbáltuk az ilyen frissítőket gyakorolni, illetve egy dietetikus is segítette ezeknek az összeállításában. Remélem, hogy ezen a téren nem lesz gond, és hogy ez nem fog akadályozni. Katar egy másik földrész, de azért nem elérhetetlen lesznek-e, akik majd a pálya mellől szurkolnak neked? Igen, ismét megkísért majd a feleségem, a szüleim, illetve több barát is, aminek nagyon örülök, hiszen többször elő szokott fordulni, hogy holdponton vagyok verseny közben, és ilyenkor az ő biztatásuk nagyon sokat segít, hogy ebből kijöjjek. Hibátlan mérleggel zárta az EB-jel nyitókörét a Nyíregyháza Blue Sharks 20-as csapata, Sitko Ernő együttese, az NBA Academy India, a szlovákiai Levice, a svéd Skur Basket és a Szolnoki Sportcentrum csapata ellen is nyert a Continental Arénában. Hazai pályán azért mindenképpen arra számítottam, hogy több mérkőzést meg fogunk nyerni. A legnagyobb talán a NBA India Akadémia felett aratott győzelmünk lehet, hiszen nem nagyon tudtuk, hogy milyen csapat ellen fogunk játszani, de a fizikai képességeik jók voltak, és az NBA Akadémiának tudjuk, hogy jó a kiválasztó rendszere, és nagyon örülök annak, hogy azt a mérkőzést is meg tudtuk nyerni. A hazai pálya azért mindenképpen segített abban, hogy jobban tudjunk készülni a mérkőzésekre, és talán azokat a meccseket is, amik szorosabbak voltak, azokat is magabiztosabban tudtuk megnyerni. Ugyanezt szeretném majd a folytatásban is, és örülnék neki, hogyha tovább jutnánk
újra, és megint eljuthatnánk abba a bizonyos szuperfinálba, amiben tavaly sajnos nem tudtunk elmenni. Milyen volt a torna színvonal, hiszen a két magyar csapat, a Nyíregyháza és a Szolnok mellett hét külföldi együttes lépett pályára az arénában? Ahogyan így az első fordulóban szokott lenni, vannak erősebb és vannak gyengébb csapatok. Nekünk alapvetően ezek a mérkőzések azért kellettek, mert a B csoportos csapatnál a fiataloknak mindenképpen nagyon nagy szerepet kell vállalniuk abban, hogy jó eredményt érjünk el, és nekik rutinra, magabiztosságra van szükség. Szerencsére azzal, hogy a négy nap alatt nem csak legerősebb ellenfelekkel játszottak, tudtunk mindenféle felállásban és mindenféle szerkezetben gyakorolni, és úgy gondolom, hogy mindenféleképpen hasznos volt. A felnőtt bajnoksággal együtt indul az úszós bajnokság is. Mi az elvárás ebben a korosztályban? Azt hiszem, hogy nem lesz meglepetés, hogyha azt mondom, hogy szeretném, hogy eljutnánk újra a nyolc közé. Ezek nagyon jó rendezvények, és úgy gondolom, hogy a csapatunk képes arra, hogy ott legyen a legjobb nyolc között az úszós bajnokságban is. Korábban 16 évesen már belekóstoltál ebbe az EB-es sorozatba, most 4 évvel később az úszósok között milyen volt ez a hazai rendezési torna? Jó meccseket játszottunk itt csapatként, viszonylag jól hoztuk azért a meccseket, volt egy jó meccsünk, ami tényleg így kihívás jelentett viszonylag, a többi az úgymond könnyen meccs volt, remélem a következő tornán, amikor lesz majd a másik négy meccs, az már kicsit nehezebb lesz ennél. Saját magad játékára alig ha lehet panasz, hiszen téged választottak a torna legjobb játékosának, mit szólsz hozzá? Nagyon örülök ennek a megtiszteltetésnek, nem játszottam rosszul, de azért még lehet javítani, meg nem volt 100%. Szóval örülök neki, de azért még van hova fejlődni. Nemrég vagy Nyíregyházán, ugye a 20-as csapat társaid közül jó néhányan együtt vannak veled a felnőtt együttesben, és mennyire sikerült már összeszokni a társakkal? Ez a szokásom az első héten elég gyorsan megtörtént, mert ismertem nagy részüket. Jóban is voltam velük, a pályán is nagyon segítőkészek voltak, úgyhogy ezzel nem volt gond egyáltalán. Már mindjárt az első edzőmeccseken jól megtaláltuk egymást, labdákkal éreztük egymást, szóval én nagyon jól, úgy érzem, hogy jól beilleszkedtem ebbe a csapatba. Szombathelyi vagy, az ország másik részén éltél, aztán az Egyesült Államokban, milyen itt a keleti szegletben? Még sok minden nem láttam, csak a főterem voltam, meg Sóstóra mentem ki, de amúgy tetszik, meg úgy az a rész, ami mozog, az nagyon, hát úgy, az tetszik is úgy az éttermek, meg így az egész a városnak így a kinézete, meg minden az tetszik nagyon. Szóval igazából sokat nem láttam még annyira, de az a rész, hogy a kontinentál, meg a főter rész az szimpatikus nagyon. Beválasztottak a torna legjobb ötösébe, 4 győztes meccs után, ez nem meglepő. Mennyi segített az a rutin, amit már tavaly szereztetek ebben a sorozatban? Úgy gondolom, hogy sokat segített, mivel külföldi ellenfelekkel már találkoztunk, és hozzá voltunk szokva a játékhoz, és jól tudtunk szerepelni. Az All-Star-díjról pedig ez nagy részben a csapat érdeme is, mivel a csapattársaim mind a négy meccset kiszolgáltak engem. Ez a csapat, az úszás együttes tavaly nagyjából már együtt volt, ugye érkezett Dancsás Andis, meg vannak fiatalok. Ez mennyit jelent abban, hogy jól szerepeltek? Andis nagyon jól illeszkedett be a csapatba, és a fiatalok is sokat fejlődtek. Még elég rövid a rotációnk, de próbálunk ezen fejleszteni. Számotokra ismeretlen ellenfelekkel szemben léptetek pályára, 4-4 meccset nyertetek. Előzetesen számítottatok ilyen szereplésre? Természetesen vártuk, hogy ilyen jó szerepeljünk. A tavalyi EIBS sorozatban hasonló eredményt tudtunk elérni, azt hiszem ott kétszer kaptunk ki, úgyhogy abszolút magabiztosan indultunk neki csütörtökön a tornának, és be is jöttek a számításaink, sikeresen megnyertük minden meccsünket. Melyik volt a legnehezebb meccs a négy közül? A legelső az NBA Academy India ellen, mivel eléggé egy fizikális csapat volt, úgyhogy ott sokat kivett az első meccs. A másik három az igazából fiatalabb ellenfelek ellen volt, szóval ki tudtuk használni a testi előnyünket, úgyhogy én az első meccset mondanám a legnehezebbnek. Vár rád szerep a felnőtt csapatban, hamarosan indul a bajnokság, az úszás bajnokság van ebben a sorozatban. Milyen állapotban, milyen formában érzed magad? Nagyon jó állapotban érzem magam. Most egy újabb poszton kezdtek el játszani, az ötös poszton. Jól érzem magam ott bent a gyűrű alatt, lehet izmozni, tetszik az egész. A csapat is elég jó, megérkezett a légiósunk. Vele szerintem nagyon jól ki fogunk jönni, a pályán is, mint a pályán kívül. Pénteken megyünk Bajára, a legjobbakra számítok, szerintem győzni tudunk. Megszerezte második bajnoki győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese 30-27-re verte az újonc Szent István Ese csapatát. Sajnos az első 10 percben elveszítettük a mérkőzést, ami így fájó a végeredményt nézve. 40 percig tartott megtalálni azt a csapatot, aki,
aki védekezésben egy kicsit agresszívabb tud lenni. És körülbelül a 40. percben érkeztek meg végre a faltjaink, amiből le tudtuk követni az ellenfél támadásait. Sajnos a helyzet kihasználásunk az egész mérkőzésen katasztrofális volt. Ez már a második mérkőzésünk sajnos. Most csak belegondolunk, hogy a második fél időben a szüres kapus helyzeteinket belőjük, akkor más lehetett volna az eredmény, de nyilván nincs ha. Úgyhogy dolgozunk tovább. Tényleg ez az egy volt, amit szerettünk volna elérni, hogy ne 15 perccel a mérkőzés kezdete után érjünk fel a pályára. Sajnos ez történt. Ezt a Kisvárda nagyon szigorúan, nagyon kőkeményen kihasználta. Nyilván most ők még egy jobb csapat, mint mi, úgyhogy tényleg gratulálok nekik. Gratulálok a Szent Istvánnak a mérkőzéshez. Igazából az volt a célunk, hogy nagy tempóban és fegyelmezetten kezdjük a mérkőzést. Azt gondolom, hogy az első fél idő rendben működött és jó is volt. Védekezésünk és kapus teljesítményünk hatékony volt. Azt kértem a lányoktól a második fél időben az egyetlen fontos feladatunk, hogy meg ne próbáljunk kilazítani, illetve eszünkben is van az, hogy eldőlt a mérkőzés. Sajnos kár volt ezt ezek szerint megemlítenem, mert ez nem így történt, és ha bár tudtuk még növelni a második fél időben a különbséget, talán 11 gól volt a legnagyobb különbség, amikor cseréltünk, akkor drasztikusan visszaesett a teljesítményünk úgy védekezésben, mint támadásban is. Nagyon elgondolkodtató, és nagyon meg kell találnunk erre a megoldást, hiszen egy sorra nem tudjuk végigjátszani a mérkőzéseket ugyanaz a szinten, és meg kell találnunk azokat az embereket, akik amikor bejönnek, tartani tudják a lépést és a szintet. De sajnos ma nem történt meg. Nagyon bosszant és nagyon dühös vagyok a második fél időért, és főleg annak az utolsó 15-18 percért, mert dolgoztunk szépen, és kialakítottunk egy magabiztos előnyt, amit elherdáltunk, és elszórakoztunk. Nyilván az én hibám is, hogy ennyit cseréltem, de ha nem ilyenkor, akkor mikor próbálunk embereket beépíteni és lehetőséget adni a fiataljainknak, illetve azoknak, akik meg kell oldjanak fontos feladatokat a fontos mérkőzéseken, amikor nagyon szoros mérkőzéseink lesznek. Tudom, hogy a nézők azt szerették volna, hogy egy nagy arányú győzelem legyen. Én azt gondolom, hogy részben ennek lett a köszönhető, hogy visszajött az ellenfelünk. Tudjuk, hogy ezek nagyon nagy hibák, illetve nagyon nagy elszalasztott lehetőségek, sokat kell ezen dolgoznunk, és ha ezt meg tudjuk oldani, akkor azt gondolom, hogy tudunk stabilabban és tudunk hosszabb ideig magasabb színvonalon kézlabdázni. Két pozitívum volt ebben a meccsben, az, hogy nyertünk, és az első 40 perc, addig nagyon jól működött minden, küzdöttünk, harcoltunk. Sajnos az utolsó 20 perc miatt viszont nem lehetünk elégedettek, nem engedhetünk meg ilyeneket, hogy ilyen hullámvölgyeket. Nekünk ezt magabiztosabban kellett volna megnyernünk ezt a meccset, de hát ez most már így alakult, jó tanulópénz, megyünk tovább, dolgozni kell, és úgy gondolom, hogy majd a komolyabb meccseken koncentrálnunk kell jobban végig. A legjobb négy közé jutást tűzte ki minimális célként az alapszakaszban a Hübnenyi Regyháza Blue Sharks. Siska János együttese az újonc Baja otthonában kezdi a bajnokságot. 6-7-es felkészülése készültünk, de ez kitolódott azért, mert 15-én kezdődött volna a bajnokság, de a Bajával megbeszéltük, hogy 27-én kezdjünk. Ezért egy másfél héttel tovább tartott a felkészülés, ami nem baj, mert így a csapat össze tudott érni, illetve a külföldi játékosunk a múlt hét közepén érkezett, és azért vele is tudtunk azért edzéseken gyakorolni, illetve kedden játszottunk egy edzőmeccset Jászberényben, ahol nagyon jó benyomást keltett a játékos. A felkészülési meccseken kifejezetten jól szerepelt a csapat, lehet ebből valamilyen következtetés levonni a bajnoki meccsekre? Hát mindenképpen az látszik, hogy jó irányba haladunk, jó szellemű a csapat, az új játékosok is beilleszkedtek már a csapat szerkezetbe. Én remélem, hogy a külföldi játékos is hamar be fog illeszkedni, illetve az látszik, hogy a csapatnak mik az erősségei, mik a hátrányai. Természetesen mindenképp azt szeretnénk, hogy a
amiben pozitívak vagyunk, azokat próbáljuk előkötni a mérkőzéseken, illetve a gyengeségekből mindenképpen szeretnénk felhozni, hogy minél jobbak legyünk. Én úgy gondolom, hogy erős a csapat, jó sikerült a felkészülés, és bátran mondhatom, hogy bízok abban, hogy jó eredmény fogunk elérni a bajnokságban. A bajnokságot Baján kezditek, lehetett volna akár könnyebb ellenfél is, vagy könnyebb környezet, hiszen Baja most került vissza a piros csoportba, és egy olyan városról van szó, komoly tradíciója van a sportágnak, hogy minden bizonnyal egy nagyon motivált Baja ellen léptek majd pályára. Milyen reményekkel, milyen esélyekkel, milyen játékkal próbáltok meggyőzni? Így van, a Baja most került fel, egy nagyon lelkes csapat. Én úgy gondolom, ebben a piros csoportban idegenben nagyon nehéz lesz nyerni, így Baján is. Én úgy gondolom, hogy teltházas mérkőzés fogunk játszani. Mindenképpen maximálisan készülünk a Bajára. Szerencsére sikerült megszereznünk egy edzőmérkőzéseket, amiről fel tudunk készülni. De én mindenképpen győzelmet várok a csapattól, hiszen ha olyan reményeink vannak, hogy négy közé akarunk kerülni, akkor ezeket a mérkőzéseket meg kell nyernünk. Következik aztán egy újabb idegenbeli meccs a Vasas ellen. Vasasra játszottatok edzőmeccset, kettőt is, és itt a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy nagyon sok agresszív kosárlabdát játszó csapat lesz a piros csoportban. Ugye mi az elmúlt években inkább lehet azt mondani, hogy játszottuk a kosárlabdát, készültük külön erre a stílusra? Igen, ezért is játszottunk ilyen stílusú csapatokkal is, mondhatom a Vasast, vagy éppen a Salgótarjánt is, hiszen majdnem ugyanazt a stílus játsszák. Illetve, hogy Budapestre meghívtak minket, a Honvéd is ehhez tartozik, ezek a pesti csapatok általában ilyen stílus játszanak. Mindenképpen próbálunk ebben is javulni, hogy ilyen stílusú csapatok ellen is tudjunk játszani. Én úgy gondolom, a csapat erre felkészült. Hát a Vasas még a következő mérkőzésünk, egyelőre a Bajára koncentrálunk, de természetesen Vasasnál még nehezebb lesz eljönni, mint a Baján. Másfél millió forint értékben 4 asztalt és pingpong felszereléseket kapott a Jola sportszergyártó cégtől a Nyírbátori Ese. A cég emellett egyéni támogatói szerződést kötött az Európa válogatott Tölgyes Dorottyával. Már a harmadik gyerekünk nő fel a Jola támogatása alatt, a Majoros Bence Bonrád Dávid után. Most a legifjabb tehetségünk Tölgyes Dorottya képviseli méltán egész világon a Jolát, és ez szerintem náluk is elindította azt a folyamatot, amikor egy kölcsönös együttműködési igény fogalmazott meg részükről is, részünkről is. Amellett pedig Nyírbátorban most egy olyan infrastruktúra jön létre, ami már megint csak egy olyan szintet mutathat és vetíthet előre, azáltal, hogy 16 fő részére fogunk tudni komfortos szobát biztosítani, 4 darab kétágyas, 2 darab 4 ágyas szoba fog megvalósulni egy hónapon belül, és emellett lesz egy mozgássérült szoba is, figyelembe véve azt, hogy azért elég sok fogyatékkal érő sportoló asztalítani szedik, és ezáltal tudunk nekik lehetőséget biztosítani arra, hogy amennyiben szeretnék igénybe venni a Nyírbátori Edzésközpontot, akkor az ő részükre is tudjunk biztosítani lehetőséget. Azon kívül egy fiataloknak szóló, szórakoztató központ jön itt létre a városba, pontosan ebbe az épületbe, ahol 2 bowlingpálya, biliárterem, dartterem, Xbox terem, romkocsma, büfé áll majd rendelkezésre, emellett játszótér, szabadidő kondipark jön létre. Ez azt gondolom, hogy olyan érdeklődésre tarthat számot nem csak nyírbátori és a megyei asztalítani szedőknek, hanem német vagy osztrák versenyzők is valószínűleg, hogy meg fognak itt fordulni. Emellett nekünk nagyon jó a romániai kapcsolatunk, az pedig tudva levő, hogy Európában a legjobb utánpótlás, illetve hát egyik legjobb utánpótlás nevelő nemzet a román. Ők benn vannak Európában az első 3 nemzet között, és mi idáig is ápoltuk ezt a kapcsolatot, mert nagyon sokat lehet tőlük tanulni. A jövőben ez úgy néz ki, hogy német, magyar és román kapcsolattá fog bővülni, és mivel Nyírbátor pont félúton van, és ilyen infrastruktúrával fog rendelkezni, ezért minden valószínűség szerint, hogy a jövőben nagyon komoly felkészülési lehetőség lesz Nyírbátorba, valamint mi a válogatottnak is, a korosztályos válogatottnak is felajánlottuk azt, hogy itt ebbe az edzésközpontba felkészülhetnek, lényegesen kevesebb pénzbe fog kerülni, mint hogyha Tatára vagy Mátraházára mennének el,
és tovább fejlődni fog ez az épület. 6 méterrel megnöveljük az épület alapterületét, ami azért volt fontos, hogy 6 asztalon tudjunk versenykörülmények között versenyt rendezni. Edzésre 12 asztalt tudunk felállítani, versenyre 6 osztály, 6 asztalt, és ez előírás a hazai korosztályos versenyekhez. Lehet azt mondani, hogy ez az ősz egy picit mérföldkő az életedben, hiszen a korosztályos versenyek után most már felnőtt női ex-ligában szerepelsz. Hogy kezdődött a bajnokság? Milyenek az első benyomások? Nagyon jól sikerült, mert azt hiszem 3 meccset buktam, szerintem a 9-ből, szóval teljesen meg vagyok vele elégedve. 2 győzelmünk lett a 4-ből, szerintem az is teljesen reális volt. Igazából Budaörs ellen nem vártunk győzelmet, mert tudtuk, hogy tőlük viszonylag simán ki fogunk kapni, mert ő az idei legjobb csapat. Hát a többi meccsről igazából nem nagyon tudok mit mondani, mindenki jól játszott szerintem, hoztuk, amit kell. Kiegyensúlyozottak voltunk, az új angol lány is szerintem nagyon jól játszott, szerintem jó is a párosunk. Ugye a bajnokság mellett ott vannak továbbra is a korosztályos versenyek, mi vár rád még ezen az őszön? A serdülő versenyek azt hiszem már csak egy lesz, az is a top 24, meg nemzetközén lesz azt hiszem egy 3 versenye. A top 10, utána lesz a világbajnokság, utána meg Szombathelyen lesz egy nemzetközi. Igazából most már próbálok csak ifiben indulni, mivel jövőre már az leszek, így próbálom a pontokat csipegetni. Reméljük össze is fog jönni, azért elég szép pontom így a jövőre nézve, 16 éves koromra. Hát most igazából hogy erről fog szólni a következő évem is, meg az utáni évem is, hogy minél jobban felépíteni azt, amit a múlt évben. Nyilvántól már eddig is rajta volt a hazaiség a nemzetközi asztali tenisz térképén, de most ezzel a jelenlagos szerződése újabb távlatok nyílhatnak meg, milyenek? Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy hosszú távra tervez a klub, és nagyon fontos, hogy egy nagyon komoly szakmai felkészítő és edzőmunka folyik ebben a klubban. Nem véletlenül neves versenyzők kerülnek innen évről évre. Úgyhogy nyilvánvalóan az nagyon fontos a klub számára, hogy hosszú távon tudjon tervezni, és ebben a tervezhetőségben, kiszámíthatóságban, finanszírozásban rendkívül fontos, hogy ilyen megállapodások, ilyen szerződések szülessenek, mert ezek tudják biztosítani a megfelelő eszköz háttért, szakmai háttért ahhoz, hogy a versenyzők a legmagasabb szinten is versenyezni tudjanak. Záhonyban lépett pályára a magyar öregfiú futball válogatottja, a többek között Mésző Géza, Telek András, Dombi Tibort felvonultató együttes, a Kárpát-medencei görög-katolikus pap kispap válogatottal és a Paragrafus Kupa jogászegylet válogatottjával mért összetudását. A kispapi válogatott már szerepelt egyszer Záhonyban, de a magyar öregfiúk azok még nem, ez nagy megtiszteltetés a városnak, hogy egy ekkora kis településre is eljutottak, és közel 300 ember szurkolhat nekik. Most kezdődött újra a labdarúgás újraszervezése, Megye 3-ban kezdtünk, 2 év kimaradt a város életében, és most a Megye 3-ból próbálunk tovább jutni. Úgy látszik, hogy egész jól működik a dolog, mert a lista elején állunk. Az Áhonyi Minitorni első meccsén Csak János láthatta a közönség a magyar öregfiúk válogatott kapujában. Milyen gyakran vállal ilyen fellépést? Hát amikor van, most számom védek, mert a többi kapusedző az NBA-ben aztán nem nagyon tudnak jönni. Ha tudnak, akkor nem védek. De most számom többször is előfordul beket állni. Bár nagy pályán nem szívesen védek már azért, mert most már kicsit nagy a kapu. De kispán úgy egyszerűbb a helyzet. Milyen együtt futballozó olyanokkal, akik korábban játékosai is voltak? Hát érdekes egyébként, hát a futball az közös nyelv, tehát el is felejtjük ilyenkor, teljesen jó a játék, öröm elkap minket. Szabó Szatmár Belegvegyében is vállal szerepet, ugye Tarpán dolgozik. Milyen jellegű az a munka, mennyi tehetség van a Tarpai Akadémián? 180 gyerek van, Satzperka, sok ukrán magyar legény, elég jók, vannak gyengébbek is persze, de minden évfolyamban van olyan, akiben több is, akiből lehet játékos, hiszen elég sok futballistánk van már itt az országban, 70 fölött van, aki más klubba elvitték őket, a Debrecenbe, és a Kusnyír azért játszott, bár nálunk nem sokat volt, de ott játszott a Tarpában egy jó ideig, a Bridzila Anton, aki most a Békés Csabában van kölcsönjátékosként a MTK-ból, ő például 5 évig volt ott, nem is tudott magyarul jóformán, mikor odajött. Mert többen is vannak, akik már így elmentek, és sőt, azt hiszem Kölnben is van egy játékosunk kint. Hát sok tehetség van,
sokat is edzenek, körülmények egyre jobbak, most már Sándor István Akadémia, úgyhogy igyekszünk fejleszteni. Hát én szaktanácsadó vagyok, ez azt jelenti, hogy egy héten egyszer-kétszer vagyok lent, megnézek egy-egy meccset is, persze, mert az első csapat az megy egybe van, de hát a többi inkább az utánpótlás edzőkkel foglalkozom, beszélgetek, meg előadást is tartok nekik, vagy edzői értekezleten beszélgetünk szakmai kérdésekről. Úgyhogy ez ilyen jellegű munka inkább, mert persze hát egy kicsit népszerűsítem a tarpai futballt. Ugye az akadémiák már jó ideje működnek, eljön ez az idő valamikor egyszer, hogy a magyar válogatott olyan futballisták alkotják, akik ezekre az akadémiákról kerültek ki? Kényes kérdés, nem hiszem, hogy eljön. Egyébként és szöglefugásai utol beadása után. De remélem, hogy egyre több lesz olyan, aki azért palirozódott akadémián. Nem sikerül igazából áttörő sikereket elérni, bár vannak NB1-es futballisták, meg több felé is elszegődnek, hiszen hogyha csak itt a Szabolcs megyei futballba is, ha végignéz az ember az adatbankot, látja, hogy a Bozsik Akadémia játékosaként megy egybe, NB3-ba futballoznak. Egyébként ami nekem érdekes, hogy van, aki három akadémia is előfordul, tehát én nem hiszek ebbe azért, hogy béke járni, mit tudom én, fél évente tovább igazolva, évente tovább igazolva. Így én nem tudom elkezdeni, hogy én amikor Ózan gimnazista voltam, hogy fél évet Kazincbarcikán játszok, egy évet Putnokon, nem is tudom elkezdeni, hogy lehet, de mert ők ugye azért fiatalok. De hát most ez a divat, hát bízom benne azért, hogy rátalálunk arra az útra, amiből azért előfordulhat, hogy kirobbannak tehetségek. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.